Köszönjük, Andris. Tehát a legfontosabb dolog a lélektünket. Leüljünk kereszt lábához, kereszt tövébe, nézzük a megváltónkat, nézzük Jézust, ha legyünk elfoglalva. És aztán azt mondja, hogy nem fogsz üdvözlő lenni. És ezt tanúsítom. Tapasztalatom, mondom, hogy ha nézed a mestert, sokáig nem tudsz üdvözlő lenni. De aztán olyan szabadság, olyan örömből fogsz fölpattanni, hogy aztán azt fogod tapasztalni, még többet ülni, még többet tenni, még többet ülni, még többet szolgálni. És aztán nem fogom nézni Mária, miért ül le, nem? Miért ül le a testvérem, hanem örülni fog, körülbelül lesz, szabadságom lesz. Úgyhogy ez annyira kulcs, és lehet, hogy én is kicsit ezt folytatom, jó, erről beszélgessünk. Hogy szemlélni őt, és aztán menni és tenni. És aztán ez is annyira bátorító volt, hogy ha elvakulunk, és ezek nagyon gyakorlati dolgok, nem? Tehát ezek húsba vágóan fontos a szellemi alapjának, hogy megértsük a hívő életünkben, nem? Hogy mit csinálsz, amikor elbuksz, mit csinálsz, amikor elrontasz valamit, mit csinálsz, amikor eltávolodtál, mit csinálsz, amikor bajba vagy, nem? Akkor azt mondja Jeremiás, hogy ne siránkozzunk, ne bízzünk, ne csinálj önsajnál partit, otthon egy csapatik egy ilyen szófordulatot rendszeresen használja, és tetszik nekem, hogy önsajnál partit, tudod, magammal vagyok elfoglalva. Kírom a Facebookra, hogy mindenki hülye, tudod, hagyjatok békén, nem? És meg vagyok a kis magányomban, depimben, és Isten nem tud hozzánk férni. Azt mondja, inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat. Tehát vigyük az Úr elé az életünket, és aztán térjünk meg. Jó, úgyhogy ne féljünk megtérni, ez Istennek a kegyelme, a helyreállás, Istennek a kegyelme. Az, hogy jöhetünk a kegyelem trónjához, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinkkel, hanem olyan, aki azt mondja, hogy én adok neked segítséget az alkalmas időben, amikor szükséged van rá. Adok neked új kezdetet, új lendületet, ha jössz hozzám. Ugye? Azt mondja a 1 János 1.9-ben, hogy ő megtisztít minket minden hamiságtól, minden valóságtól. Úgyhogy van erő a Jézus vérében. Hát nem? Micsoda erő, csak erre gondoltam. Tudod, van erő Jézus vérében, hogy valaki megszabaduljon a bűneiből. Van erő Jézus vérében, hogy valaki odaszállja az életét Jézus Krisztusnak. Micsoda erő, nem? Szabadulj az életemtől Jézus vére miatt, megmosod. Azért, mert Jézus vére az ott van az életemben is. Itt gyakorlatilag alkalmazom. Jó? Mert jó, hogy Jézus vére nem csak a megtérésünkhöz kellett, nem? Hanem Jézus vére nap, mint nap megmossa az életemet, és motivál Jézus vére. Nem? Ez a drága és szeplőtlen báránynak a vére, ami miatt csak nem élhetem az életem akárhogy. Mert ott van bennem egy hála és egy szent teher, nem? Egy ilyen felelősségtudat, hogy ez a bárány vére, ami ott van az életemben, és csak nem tékozolhatom az életemet. Ja, és ez annyira csodálatos, hogy erő van Jézus vérében. Motivál minket, fölemel minket, újból irányba állít minket. Megtérhetünk hozzá, és aztán fölemeljük a szívünket, és imádhatjuk, nem? Helyreállás után jön az imádat, jön az öröm, jön a szabadság. Milyen csodálatos a hívő élete, nem? Ezt nem tudja egy ember kitalálni. Amikor tudom, a Kálmán óráján, aki ott volt, az szenzációs apologetika órán, illetve szemeszteren vehetett részt. És tudod, csak amikor így utcán evangelizálunk, és jönnek a vádak a Biblia ellen, tudod, csak így van, hogy nem tudom fölidézni, miket mondott. De csak egy van ott van a szívemben mindig, hogy tudod, ez amit élek, ez ami az életem valósága, az ember nem tudja kitalálni. Ezt a Szent Istennek kell összeraknia. Ilyen csodálatos érted, hogy vétkezek, de van kegyelem, van megoldás, van helyreállás, fölálltok, ott van Jézus vére, amiből erőt vedítek. Tehát ez olyan hihetetlen szellemi valóságok, amit csak Isten tudott kitalálni, nem? A megváltás, a helyreállás, a győztes élet, ez ember nem tud ilyet kitalálni. Úgyhogy éljünk ezekkel, jó? Na, oké, most térjünk rá az üzenetre.
Oké, kicsit akarok beszélni, talán így folytatva a Szent Szellem munkájáról, jó? És akarok a Szent Szellemről beszélni, és vannak képek, amiket hoz az ige a Szent Szellemmel. És van egy kép az igében, ami nagyon nyilvánvalóan végigmegy az igében, és ez a tűz, jó? Szent Szellem, mint tűz. És meg fogunk nézni ige részeket, és lehet, hogy a zsidó levéllel elkezdhetjük. Zsidó 13. Azt mondja. Oké, zsidó 12.29 a 12-es fejezet utolsó verse. Azt mondja, hogy mert a mi Istenünk emésztő tűz, megemésztő tűz. És csak erre gondoltam, hogy Isten annyira nyilvánvalóan el akarja emészteni az életünket. Annyira nyilvánvalóan tapasztalhatjuk ezt a jelenséget, ezt a valóságot, amikor odaülünk Jézus lábához, nem? Hogy Isten, mintha ilyen megemésztő tűz lenne, hogy fölégeti az életemet. Azt tapasztalom, hogy többé nem fontos az, hogy én kicsoda vagyok, nem? Mert amit János mond, keresztelő János 3-ban azt mondja, hogy ő legyen egyre nagyobb, én meg egyre kisebb. És ez a Szent Szellem, ez Isten, akkor elkezd megemészteni téged belülről. És tudod, ezért van a hívás, hogy gyere közel a tűzhöz. Gyere közel a tűzhöz, mert ha nem jössz közel, akkor az életed annyira nyomorult lesz. És te annyira nagy leszel, és ez nagyon veszélyes. Mert nem tud Istennek a Szellem elemészteni téged. És figyeljetek, hadd mondjam azt, hogy ez egy hívása Istennek. Jó? És ez egy tudatos döntés kell legyen az életedben, hogy közel jövök Istenhez, közel jövök az ő jelenlétéhez. Akarom, hogy ott legyek az ő sátrába, akarom, hogy beszélhessen hozzám, és figyeljetek, azt fogjuk tapasztalni, hogy élek többé nem ér, hanem él bennem a Krisztus, megélem ennek a valóságát. Oké? Meg fogom élni azt, hogy dolgok, amik fontosak voltak, többé nem fontos, mert elégett. Jó? Isten Szelleme megemésztette. Amikor Istennek közösségben vagyunk, ez nem egy ilyen unalmas, rideg, vallásos, egyhangú közösség, hanem egy olyan közösség, ahol szemlélelőd és tapasztalati módon megváltozik az életem, megváltozik a gondolkodásmódom. És azt tapasztalom, hogyha kicsit távolabb húzódok Istennek a jelenlététől, akkor elkezdenek újra fölépülni az életembe a felesleges dolgok, elkezdenek kinőni az életemből olyan kacsok, amik aztán kapaszkodnak a világhoz. És szükségem van arra, hogy újba és újba oda menjek Isten közelségéhez. De figyeljetek, annyira azt gondolom, hogy a keresztény életet csak egyszerűen nem lehet máshogy élni, mint szenvedéllyel. Nem lehet máshogy élni, mint tűzben élni, amit Anna is mondott. Hogy az életem oda van számva Jézus Krisztusnak. Az életem ő rólra szól, ő vált mindenemmé. Csak annyira csodálatos, hogy most olvastam a héten így a leveleket. Csak így sokat hallgattam hangos Biblián, végigmentem Galata, Efézus, tudod, és olvastam Filippi levelet, Kolossé levelet. Csak így annyira átjön ezekből a levelekből, hogy Pál apostolnak mi az életem, mi a szíve, mi forognak az ő gondolataiban. És nagyon egyszerű, igazából egy szó Jézus. Tehát ő vált az életévé, ő vált mindenévé. Annyira nem érdekli, mi van az ő életében, annyira nem érdekli, hogy mi fontosak neki, mi a helyzet vele, nem? A szenvedéseket örömmel tűri, nem tudja, hogy nem róla van szó, hanem Jézus Krisztusról van szó, és ő érte szenvedel mindent. Tudja, hogy Jézus Krisztus egyházáért tesz mindent. Csak látod azt, hogy abszolút nincs ott a gondolataiban az, hogy mi van velem. Ott van a börtönben Filippi 3, és arra bátorítja őket, hogy örüljetek, illetve Filippi 4-ben. És tudod, ez az egésznek a szíve, hogy Pál apostol üldözte az Isten egyházát, és Jézus Krisztus ott kijelenti, hogy miért üldözöl engem, és Pál megérti, hogy Jézus Krisztus az egyenlő az egyházzal. És aztán Pál apostolnak a szolgálata, tudod, mi volt? Az egyháznak a szolgálata, Jézus Krisztusnak a szolgálata, Jézus vált mindenévé. Úgyhogy hadd mondjam azt, hogy ha akarod szolgálni Jézust,
akkor ez egy nagyon, nagyon gyakorlati, nagyon valóságos dolog lehet az életedben, mert szolgáltad a gyülekezetet, szolgáltad Isten népét, mert az egyenlő Jézus Krisztussal, oké? Okay? Mi vagyunk Jézus teste, de ez nem csak egy ilyen teológiai megnevezés, nem csak egy ilyen szófordulat, hanem Jézus maga itt van köztünk, mi Jézus teste vagyunk. Ő teljesen azonosulva, teljesen együtt téve ő vele, oké? Okay? Azt mondja 1 Korintus 12-ben, hogy bele kereszteltettünk a Krisztus testébe, hogy mi teljes mértékben egyé váltunk. 1 Korintus 6-ban, 17-ben azt mondja, hogy ha valaki az Úrral egyesül, egy szellemű vele, ugye? Teljesen Jézus Krisztusba bele kereszteltetünk, és ő bennünk van. Ugye János 14-ben ezt mondja, hogy ha valaki szereti az igémet, és szeret engem, azt az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála lakozunk. Tehát látjuk ennek a valóságát, hogy mi Jézus Krisztusban vagyunk, és Krisztus bennünk van, és teljesen ennyi vagyunk téve vele. És pont ezért, ezt tudod miért jó hír? Mert az életünk nagyon gyakorlati lehet. Úgy értem, hogyha én a gyöngyit szolgálom, az biztos, hogy Jézus Krisztus fogom szolgálni. És azt is mondja, hogyha valaki közületek ad egy pohár vizet a kicsinyek közül, akkor nekem ad. Oké, és azt mondja, hogy amikor aztán Máté 24-ben van ez, amikor Jézus beszél az utolsó ítéletről, hogy mint juhokat és a kecskéket külön választja, és azt mondja, hogy mert éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, menekült voltam, jövevény voltam és befogadtatok. Rab voltam, mezítelen. Rab voltam és meglátogattatok. Tudod, és kérdezzük, hogy mikor tettük ezt, mikor adtunk neked elő? Ha bárkivel egyen is megteszitek, velem teszitek meg. És nekem ez annyira jó olvasni. Ez azt jelenti számomra, hogy nem egy ilyen elvon dolog az elhívás, nem egy ilyen elvon dolog a szolgálat, hanem tudod, amikor Jézus fölbátorít, hogy szolgálmült, akkor csak az lehet benne, hogy hé, itt van ez a drága gyülekezet, hogy csak szolgálhatlak titeket, tudod, adhatom az életemet. És ha én adom az életemet a gyülekezetnek, adom az életemet arra, hogy az utcán hirdessem az evangéliumot az elveszetteknek, hogy magát Jézus Krisztus szolgálom, abban a személyben, akinek éppen mondom az evangéliumot, annak az ember, akit éppen fölhívok és bátorítok, vagy éppen csak közösségben vagyunk, meglátogatok valakit, akkor magát Jézus Krisztus szolgálom. Úgyhogy Jézus ezt szeretné a mi életünkben, hogy húzódjunk közel hozzá, legyen ott az ő megemésztő szeretete az életünkben, oké? Okay? Mert Jézus Krisztus szeretete megemészti az életünket, jó? Mert vagy te leszel megemésztő, ugye? Ha nincs a megemésztő tűz az életemben, én fogom megemészteni a feleségemet. Ugye ezt mondja Pál a Galatáknak, ha veszekedtek is, vigyázzatok, hogy föl ne faljátok egymást. Vagy valami ilyesmi pont, azt hiszem. Tehát a gyülekezet nagyon könnyen egy ilyen megemésztő helyé válik. De nem Jézus szeretetétől, hanem a hústestünktől. Oké? Okay? Tehát vagy a hústested emész meg kapcsolatokat, gyülekezetnek a növekedését, rengeteg mindent megemész a hústestünk, hogyha nincs ott Isten szellemének a megemésztő tüze, ami fölégeti a régi gondolatainkat, a régi életünket. És figyeljetek csak még ahhoz, hogy kicsit közelebb kerüljünk így a gyakorlati szinten ehhez. Csak hadd mondjam azt, hogy Isten igéje megemészt, oké? Okay? Istennek a tanítása, Isten tana, az megemésztő tűz. És ezt mondja Jeremiás, neki ez volt a tapasztalata. Ugye? Ismerjétek ezt a verset. Jeremiás Istennek az elhívottja volt, és rábízta, hogy ő hirdesse Istennek az üzenetét a népnek, aki kemény szívű volt. És Jeremiás azt tapasztalta, hogy mintha nem is ő tenni, hanem Isten, tehát Isten a száját adta a szavakat, és ezt mondta még az elhíváskor, hogy szádba fogom adni a szavakat. És aztán ezt mondja, nagyon, nagyon nehéz élete volt Jeremiásnak. Jézus, illetve, bocsánat, Isten megmondta neki, hogy nem lesz eredményes a szolgálata, úgy értem, hirdetni fogja, de nem fognak megtérni. És Jeremiás megpróbálta, hogy mégis akkor hiába való, akkor inkább hagyom az egészet, mert nincs értelme. De Isten elhívta őt erre, és egyszerűen nem tehette meg, hogy ne hirdesse. Azt mondja Jeremiás 29-ben, azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében, de perzselő tűzé vált szívemben, csontjaimban van rekesztve. Erőködtem, hogy magamba tartsam, de nincs rajta hatalmam.
Oké, ilyen Isten igéje. Ilyen Isten igéje, amikor ott vagy Isten jelenlétében, az igaz szól hozzád, előbb-utóbb azt fogod tapasztalni, hogy ez ki akar jönni belőle, nem bírod magadban tartani, perzselő tűzé válik a szívedben, oké? Találkozz a munkatársaddal, földob egy kérdést, és kijön belőled, mert perzselő tűzé vált a szívedben, értitek? És annyira rossz látni, amikor egy hívőnek erőtlen az élete, amikor nincs ott Isten igéje az életében, nincs ott Istennek a tanítása szívében, nem vált perzselő tűzé, hanem inkább ilyen takaréklángon van, inkább ilyen langyoskáshoz hasonlít. És figyeljetek, csak erre gondoltam, nem tudom, hogy nagyon szeretek így gondolkodni a magán szolgáltan, ahogy elindult. És itt nem arról van szó, hogy egy embert fölemelünk, de annyira dicsőséges, amit Isten tett Pastor Stevenson keresztül, nem? Hogy Isten igéje megragadta az életét. Ugye? És aztán ő is megragadta az Urat. És ahogy elkezdte tanulmányozni az igét, csak ezt tapasztaltuk, nem? Hogy az igaz kizendült. És tudod, itt vagyunk Magyarországon. És egy módon a gyümölcsei vagyunk. És Isten igéje tűzett. Tudod miért? Mert terjedt. Tudod, Isten igéje, amikor élővé válik a szíved, elkezd terjedni. Elkezd gyümölcsöt teremni. És csak erre gondoltam, hogy a Szent Szellem által megélt és a Szent Szellem által tanított ige az életedben, az terjedni fog. És tudjátok, hogy Abcsel 2-ben, amikor leszállt a Szent Szellem, egy láng nyelven szállt le, és aztán szétvált ilyen kisebb lángnyelvekre, és meggyógyult a tanítványokon, és aztán ők mit csináltak? Mi volt az eredmény ennek, hogy leszállt a Szent Szellem tűz formájába? Nem ezt tapasztalták, mint Jeremiás? Perzselő tűzé vált a szívükben, nem? Azt mondta a nagy tanács, hogy nem hirdetetitek az Úr Jézus Krisztust. Ne hirdessétek. Azt mondja, nem tehetjük meg. Az Isten azt mondta nekünk, itt van bennünk. Muszáj hirdetnünk. Pál ezt tapasztalta. 1 Korintus 9-ben, 16-os vers azt mondja, jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Jaj nekem. Ugyanúgy, mint Jeremiásnál. Jaj nekem, ha nem hirdetem. Muszáj hirdetnem. Nem tudom megtenni, ne hirdessem. Mert Isten igéje fölgyulladt a szívembe. És aztán ez elkezd terjedni. Ahogy látjuk, dicsőséges, amit Isten tett az apostoli cselekedeteiben, nem? Pár emberrel indult, ugye? Pár ember megragadta az Isten igéje és a Szent Szellem. Mert ugye a kettő együtt dolgozik. Nem tudod a Szent Szellem szolgáltát külön választani Isten igéjétől. Mert a Szent Szellem Isten igéjét jelenti ki számodra, és azt használja utána. Úgyhogy, na ezt csak így beszúrom, hogy vigyázzatok azokkal, ahol fölemelik a Szent Szellemet, de nincs Isten igéje fölemelve, mert ez a kettő szétválaszthatatlan. Ugyanúgy, hogy a hívőnek a személyes járása szétválaszthatatlan a gyülekezetben. Oké? Úgyhogy látjuk Abcsel 2-ben elindul valami, és mint egy ilyen láng ami fölgyújt egy erdőt, nem? Pillanatok alatt terjed, szétterjed hatalmas területekre, és aztán nagyon nehéz megállítani, ugye? A Római Birodalom megpróbálta megállítani, de egy erdőtüzet már nem lehet megállítani, amikor rengeteg mindent föléget, azt nem lehet megállítani. Úgyhogy, ez annyira dicsőséges, hogy Isten igéje, amikor a szívünkbe lakozást vesz, fölgyullad, mint perzselő tűz, akkor az csak ki fog jönni belőlünk, és ezt mondja Jézus Krisztus. Nekem az annyira tetszik. Elmondja, hogy miért jött a Földre. Azt mondja, hogy Lukács 12:49-ben. Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a Földre. És mennyire szeretném, ha már lángolna. Jó, hogy Jézusban volt egy ilyen változás. De tudta, hogy ha eljön a Szent Szellem, akkor mindezt, amit ő tanított, tűzzel fogja továbbadni. És terjedni fog ezen a Földön. Úgyhogy csak annyira ez a vágyam, nem tudom neked mi a vágyad, de ha ez a vágyad mondhatsz a szívedben, hogy hangosan egy ámen, az Úrtól megragadva, tűzben éve, az igével a szívemben, ami belzselő tűz a szívemben, csak menni és hirdetni, menni és hagyni, hogy terjedjen, oké? Nem kell túlzott erőfeszítés, hogy a tűz terjedjen, nem? Gyulladj már meg, tudod, dobogok és próbálok oda menni, gyulladj már meg. Nem, ha ég a láng, hogyha van egy nagy láng, az terjed. Nem kell erőfeszítés, ilyen Isten igéje, ilyen a Szent Szellem szolgálata. Amikor köztünk itt az Úrnak a tüze, amikor sok hívő tűzben ég, Isten igéje megragadta az életét.
az csak terjedni fog, mert ez a természete. Milyen tűz az, ami nem terjed, nem? Milyen tűz az, ami nem ragad? Oda raksz egy fát, és nem gyullad meg a fa. Vagy a fával van a baj, vagy a tűzzel. Nem, csak a fával lehet a baj. Úgyhogy, ja, ha te egy ilyen ember vagy, aki idejössz, és nem gyullad meg valamiért az életed, akkor hadd mondjam azt, hogy valami van az életedben. Hadd mondjam azt, hogy lehet, hogy egy bűn, lehet, hogy egy keserűség, lehet, hogy valami passzívság, csak valami ott van az életedben, ami miatt nem tudsz meggyulladni. Okay? Mert hiszem, hogy Isten tűze itt van köztünk. Ezt hadd olvassam még fel, ez annyira csodálatos igéves. Az Ézsaiás 33-ban. Erről beszél. Azt mondja, hogy halljátok a távol lakók, hogy mit cselekedtem, és ti közellőlők, ismerjétek meg hatalmamat. Megrettentek a Sionon a vétkesek, reszketés vett erőt az elvetemülteken. Figyelj, ki tartózkodhat közülünk perzselő tűz mellett? Ki tartózkodhat közülünk örökös ízás mellett? De erről beszél vétkesekről, ott vannak a Sionon, Istennek a jelenlétében. És ki tartózkodhat örökös ízás mellett? Ugye? Mert Istennek a tűze megrobbantja az embert. Tudod, de ja, a vétkes csak meddig tartózkodhat? És látunk ilyet, nem? Amikor egy hívő testvérnek valami ott van a szívében, egy keserűség, vagy egy komoly bűn, akkor csak nem tud a tűz mellett menni, nem? Akkor lehet, hogy kerülni fog egy idő után a gyülekezetet. Lehet, hogy nem fogja jól érezni magát, hogy jön a tanítás, egy tűzzel jövő prédikáció, és csak rosszul fog érezni magát. Nem tud örökös ízás mellett maradni. Úgyhogy hadd bátorítsalak, hogy engedd, hogy Isten szelleme lábogítsa az életedet. Engedd, hogy Isten megemészze a régi életünket, a hústestünket, és csak annyira ez a vágyom, hogy a gyülekezetünk Jézushoz szóljon, hogy Jézus legyen itt felemelve, és minden más el legyen emészve, minden más emberi gondolat, minden más, akár passzívság, akár hústestiség, akár kritikusság, akár valakivel bajunk van, vagy csak hitetlenek vagyunk, ezek mind legyenek elemészve. De ez oda kell mennünk, megemésztő tűzhez, jó? Húzódjunk közel. Hadd mondjam azt, hogy közel húzódhatsz, ha jössz gyülekezetbe. Jó? Istennek egy betakarása a gyülekezet. Isten azt mondja, hogy én gondoskodni fogok arra, hogy a szívedbe a tűz égjen. Ha jössz gyülekezetbe, akkor ez a tűz, ez tud tápálva lenni. Jó? Mert ezt még csak hozzáteszem, jó? 1 Péter 2-ben azt mondja az ige, hogy mi papok vagyunk, szent nemzet. És 3 Mózes 6-6-ban azt mondja az ige, hogy a papok felelőssége volt, hogy a tűz égben maradjon. És úgyhogy most, mivel te pap vagy, és én is pap vagyok, de nem azért, mert prédikálok, hanem azért, mert Jézus Krisztus megváltotta az életemet, azért, mert Jézus vérén megvettem most van. Ezért pap vagyok, azért, mert az ő egyházához tartozom, ezért pap vagyok. De nem az én felelősségem, hogy a te tűzed égben maradjon. Jó? Mert te is pap vagy, és neked is felelősséget, hogy az oltáron égjen a tűz. Úgyhogy jöjjünk közel, jó? Ne fázol az életed, jó? Ne legyél magányos, ne legyél csak egy ilyen távolról figyelő, hanem engedd, hogy elmegyen teljesen emészre az életed. Ne őrizgedj az életed, jó? Engedd, hogy a tűz közepén legyél. Ja, csak annyira rossz látni, amikor hívő, csak így, tudod, így inkább az egyik távol maradnak, nem? Van bennük egy ilyen, oké, ez mind jó, mert néha el is jönünk gyülekezetbe, ha tudod, de nem akarom, hogy belevetni magam. Azért, amiket mondani, az egy kicsit erős, tehát én azért nem kezdi ezt ennyire komolyan venni, nem? Annyira rossz látni ilyet. Tehát Pastor Stevens mindig ezt tanított, hogy ugorj fejest, hogy veszel a gyülekezetbe, veszel az életbe a gyülekezetbe. De figyelj, ha a gyülekezetbe elveszed az életed, akkor Jézus Krisztusban veszed az életed. Itt tudod gyakorlatilag, hogy veszed el az életed, nem? Hogy tudjuk elveszíteni, hanem a gyülekezetben, hanem egymás között, hanem úgy, hogy befektetem az életem, és szeretem a testvéremet, szeretem a gyülekezetet, és szolgálom a gyülekezetet. Tudod, ez egy gyakorlati módja. És figyelj, csak indul szeptemberre a bibliaiskolánk, figyeljetek csak, ehhez most beszólok egy kis információt, jó, hogy csütörtökön 6 órától gyakorlati gyülekezettant fogunk tanulni. Rengeteg hasznos, gyakorlati
Isten bölcsességével, tanításával, és aztán megnézzük a hívőnek a helyét, a felelősségét, a részét a gyülekezetben, ajándékok, elhívás, utcai evangelizáció, szolgálatok, rengeteg izgalmas dolgot fogunk tanulni. Ez lehet egy lehetőség az életed, hogy itt elveszítsd az életedet, jó? Ebbe is belevetheted magadat. Aztán ugyanígy utcai evangelizáció, amikor megyünk, és lehet, hogy nem vagy gyakorlott benne, de tudod, azt fogod tapasztalni, wow, csak olyan jó itt lenni, olyan jó a tűz körül lenni, nem? Olyan jó látni valakit, aki él az Úrért, és beszél az elveszettekkel, és egy darab te is kimaradhat örökös hízás mellett, nem? Menjük az utcán evangelizálni, látjuk, ahogy a testvérek hirdetik az evangéliumot, hogy tudnék a sokáig ott maradni, hogy ne gyulladnék be, hogy ne kezdeném el csinálni, és úgy tetszik, amikor jönnek velem olyanok, akik még tudod, új hívők, vagy neki ez furcsa, és akkor aztán egy kicsit megy a beszélgetés, és majd ő is mondaná a dolgokat, ő is mondja a megtapasztalásait, mond egy igét, mert nem lehet tűz mellett maradni, úgyhogy meg gyulladni. Úgyhogy ilyen a gyülekezet, jó? Fektessük le egymásig az életünket, engedjük, hogy Isten szellem a munkálkodjon közöttünk, és aztán hadd terjedjen ez a tűz békés csabának. Amen. Amen. Hadd teljen meg ez a gyülekezet. Hadd dobogjunk az Úrért, és aztán figyeltek, nincs határ. Oké? Okay? Békés megyének a határa nem állítja meg az Úr tűzét. Oké? Okay? Mert ez egy szellemi tűz, ez teljed. Oké? Okay? Odaszánt életű hívők, életén keresztül, szavaink keresztül, szeretet megnyilvánulásaink keresztül, szeretet cselekedeteink keresztül. Jó? Úgyhogy... Úgyhogy csak minél inkább lefekteted, annál boldogabb vagy, annál inkább ég az Úr tűze a szívedre, jó? Mert az Úr tűze ott tud jönni az életünkben, amikor lefektetjük az életünket. Ha őrizgeted, nem tud jönni az Úr tűze. De ha elveszted az életed a szolgálatra, az ige tanulmányozására, jó? Nem felszínes olvasására, az ige tanulmányozására. Hadd mondjam ezt, mi lenne a szeptembertől, csak hozzá egy döntést a személyes életedben, hogy oda akarom szánni magam az ige tanulmányozására. Bele akarok szerelmesedni, szeretni az Isten igéibe. Akarom, hogy lakozást legyen az életemben. Jó? Mert annyira könnyű, amit a Zandi is mondott, hogy felgyorsult világban élünk. Annyira könnyű a lényegről lemaradni. És tegnap voltunk ezen a tűzkonferencián az evangelizációs alkalmon, és mondott egy ilyen példát, aki hirdette az evangéliumot, hogy volt egy ember, aki elvégezte az ejtőernyős tanfolyamot, tudod, és már alig várta az első ugrását, és megvette a sisakot, megvette a kis kamerát, amivel majd képeket akar csinálni, és tudod, aztán ott volt a nap, eljött a nap, amikor ki volt írva az ugrása, és tudod, fölvett mindent, sisakot, kamerát, berakta a táskába, ment, és aztán felszállt a repülő, ugrottak ki az ejtőernyősök egymás után, és aztán jött az ő neve, ő is kiugrott, és szóval elkezd fényképezni a levegőből a kilátást, és aztán ott volt az ideje, hogy kihúzza az ejtőernyőjét, és ezt elfelejtette fölvenni. Minden meg volt, sisa, kamera, minden, de az ejtőernyőt nem vetett fel. A lényeg kimaradt. És nem lehet ilyen az életünk, nem? Minden megvan. Megvan a ház, megvan a család, megvan a pénz, megvan a kamera, megvan a legújabb iPhone, és még gyülekezetbe is járok. De a lényeg kimaradt. A lényeg kimaradt, hogy az Úrhoz oda menni. Mert ezt mondja Jézus Máriának, hogy ő a legfontosabbat választotta. És ezt senki nem veti el tőle. Valójában ez az egy dolog a legfontosabb az életünkben. Hogy nem maradjunk rá a lényegről, jó? A többi kimaradhat, hadd mondjam ezt. Lemaradhat a legújabb iPhone, lemaradhat, hadd mondjam azt, még az egzisztencia, a komfortos élet. Tudod, inkább ez veszem, én így vagyok vele. Inkább az veszem. Inkább ne legyen pénzem semmire, inkább átnyomorgom ezt az életet. De az Úr meglegyen, ez a tűz meglegyen az életemben. És ha valami csak ennek a kárát okozná, csak le kell vágni az életünkbe, nem? Azt mondja Jézus, hogyha bűnre visz a kezed, a szemed, inkább vág le, mert a tűz fontosabb az életedben, mint a kényelem. A tűz fontosabb, mint az, hogy meglegyen mindenem, elmondhassak minden magamról, hogy egy normális polgári életszínvonalon élek Magyarországon.
megvan az az átlag 200-300 ezer forintos fizetés. Szóval elértem, de a lényeg lemarad, ami az ejtőjelmű lemarad, tudod. És annyira tragédia ez, nem? Amikor egy ember így éli le az életét, hogy a lényeg lemarad. Úgyhogy Isten szelleme, megemésztő tűz, Isten ott akar lenni az életedben, fel akar emészteni, Isten igényel fel akar emészteni az életedet, jó? Hadd mondjam azt, hogy ez nem uralmas, Isten igényel nem uralmas, nem tudom, hogy ez új híre neked, de akkor ez egy örömhír számodra. Isten igényel nem uralmas, Isten igényel izgalmas, megelégítő, Isten igényel, ami napi táplálékunk, Máté 4:4. Tudod, ezzel élünk minden nap Isten igényével, nem csak kenyérrel. És ez átformál az életünket, bölcsét tesz az üdvösségre, ezt mondja Pál Timóteusnak. Azt mondja, az Isten igéje, az a teljes írás Isten törvényeket, hasznos a tanításra, fedlésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere fölkészített legyen minden jó cselekedetre. Oké? Fölkészít minket, bölcsét tesz minket. És hadd mondjam, az olyan kincsek lesznek az életedben, ami lehet, hogy nincs meg a melletted ülő testvérek, a gyülekezetben. Valaki, aki odaszánta magát Isten igényének a tanulmányozására, olyan kincseket fog találni, amit nem talál meg más, aki nem szánja oda magát erre. Jó? Úgyhogy ez egy hihetetlen befektetés, hihetetlen áldás az életedben, hogy ott van Isten igénye, és aztán lefektetjük az életünket a gyülekezetben, szolgáljuk egymást. Az elveszetteket szolgáljuk, ezt az elvesző világot szolgáljuk, nem? Isten szolgálja vagyunk, halleluja! Mondtok egy elment el? Amen! Olyan jó szolgálat lenni, nem? Nincsenek jogaim, nincsenek... Nem tudom, én nem számítok. Jézus Krisztus, ő az én életem. Számomra az élet Krisztus a meghalás nyereség. Akár ebben az életben vagyunk, akár vele vagyunk, egy dolog számít, hogy ő előtte kedvesek legyünk, kettő, mint a zsöpkéletben. Úgyhogy legyenek ott Isten igéi a szívedben. És Isten tűze legyen köztük, ezt kívánom. Jó? Nekünk gyülekezetként. Amen. Amen. Amen.